Népszavazás zajlik Kishegyes község falvaiban, Kishegyesen, Bács-Feketehegyen és Szikicsen. A helyi járulék újbóli bevezetéséről dönthetnek a lakosok november 7-e és 22-e között. Feleségével érkezett a szavazóhelyre Kátai Géza. A kishegyesi vállalkozó szerint nem volt kérdés számukra, hogy támogatják-e a helyi járulék újbóli bevezetését. Muszáj véleményt nyilvánítanunk a falunak a fejlődése érdekében, úgy muszáj tenni, tehát pénz nélkül fejlődés nincsen. Erre viszont a falunak nagy szüksége van, hogy a továbbiakban is tudjuk azokat az elkezdett munkákat befejezni. És én nagyon örülnék, hogyha minden utca végre már valahára aszfaltos lenne, többek között a mi utcánk is, nagyon várjuk már rá. Hogyan látja a település jelenét, mit kéne fejleszteni mondjuk az aszfaltozáson kívül még? Hát az aszfaltozáson kívül a falu rendezése még, az nagyon, nagyon szorulna munkára még, tehát volnának arra lehetőségek is, csak hát ugye szervezés kérdése is volna. Nem minden a pénz kérdése, hanem szervezés kérdése is. Arról szavaznak a Kishegyes községben élők, hogy a következő 10 évben is fizetik-e majd a helyi hozzájárulást. Az előző évtizedre vonatkozó fizetési periódus ugyanis december végén befejeződik. Igen, eljöttem szavazni, mert én fontosnak tartom azt, hogy a falunk további működése is normálisan, normális folyamatok közt haladjon, mert nem tudnám elképzelni, hogy az utcáinkon elsötétüljenek a lámpák, ne legyenek fények, nem tudjuk a villanyt fizetni, vagy ilyen egyéb szolgáltatás, de én azt gondolom, hogy ez nem kellene, hogy vita tárgya legyen. Az ökokút is a helyi járulék eszközeiből tud működni a falu központjában. Kerepes Ágnes is ide jár friss vízért. Ő már volt szavazni. Falunk is, hát úgy érzem, hogy ennyi segítséget megérdemel ez a falu. Hát ennélkül azért nem bírnak ők sok mindent csinálni, hát lassan, igaz, az én nyugdíjamból nem sokat bírok hozzájárulni, de hát sok kicsi sokra még. Én ezért szeretném, most se sokan szavaznának, igen. Most éppen láttuk, hogy az ökokútból engedett vizet, ez is a helyi járulékból valósult meg. Ön szerint mit kéne még fejleszteni ezen kívül, mire költeni a pénzt? Hát befejezném az utakat is először, amit még nem sikerült nekik. Meg hát nagyon sok minden rendezvények, meg a vízhálózatnak a javításán, meg hát volna még hova tenni, volna még sajnos, úgyhogy lassan, de haladunk. A választásra jogosult lakosok legalább felének kell igennel szavaznia ahhoz, hogy ne szakadjon meg a járulék fizetés. 15 napig tarthat a szavazás, pont azért, hogy mindenki meggondolja. A lényeg az, hogy ha igennel is, ha nemmel is szavazunk, jöjjünk le, adjuk le a voksunkat, vegyünk részt a falu életébe, hiszen rajtunk is múlik, hogy mit szeretnénk, vagy nem szeretnénk. És érdekes történetek is vannak, amikor lejönnek az emberek szavazni, akkor el is mondják a bánatukat, el is mondják a bajukat, de hiszen azért vagyunk itt, hogy meghallgassunk mindenkit, és orvosoljuk a dolgokat, ez rólunk szól a kishegyesiekről. Azért is fontos, hogy minél többen járuljunk az urnához, hiszen ez azért titkos szavazás, mindenki úgy szavaz, ahogy a lelkiismerete megengedi, de akkor is adjuk le, hiszen a falu élete rajtunk is múlik. Közvilágítás, útépítés, szennyvízelvezetés, falurendezés. Csak néhány példa arra, hogy mire költik Kishegyesen a lakosok helyi hozzájárulásából befolyó összegeket. Az elmúlt 10 évben például 9 utca kapott szilárd útburkolatot, közel 4,7 kilométer hosszúságban. Eddig a szavazásra jogosult lakosok több mint 30%-a járult az urnákhoz itt Kishegyesen. A népszavazás november 22-éig tart. A stúdió vendégei pedig Mohácsi Zoltán, Kishegyes község alpolgármestere és Szügyi István, a kishegyesi helyi közösség tanácselnöke. Üdvözlöm Önöket! Jó estét! Ugye a bejátszásból azt láttuk, hogy nagyon sokan mentek ki eddig szavazni, és mindenki azt mondja, hogy támogatja a helyi járulékot. Önök hogy látják, valóban sokan mentek ki, vagy van erről már valamilyen adatuk? Hát ha megengedi, akkor én kezdeném. Hála Istennek sokan jöttek már véleményt nyilvánítani. Én tegnapi adatot tudok pontosan mondani. Kishegyesen 4407 szavazópolgárunk van, és ebből 1462-en jelentek meg az urnáknál, Gorombán 33%-a jelent meg, hát Gorombán 5 nap alatt jött ez a százalék, és mi úgy érezzük, hogy ez egy olyan
tendenció felé mutat, hogy a végeredmény jó lesz. Mindenféleképpen én úgy érzem, hogy magában az embereknek is a hangulata is, és az, hogy véleményt nyilvánítanak, nem mondanám, hogy tömegesen, mert azért nem kell sorba állni, de a véleményük szerintem pozitív, vitamentes, hogy lesz olyan, aki nemmel szavaz, de én nagyon remélem, hogy a döntő többsége az igen mellett döntött. Igen, ugye mondta, hogy elég sokan kimentek már, persze itt igen, és nem is lehet az urnákban. Így van, hála Istennek, tehát ez egy rendes szavazás, titkos szavazás. Azt is hozzá kell tenni, hogy aki szeretne szavazni, és nem tud eljönni, a kollégák, a szavazóbizottságoknak a tagjai ki tudnak menni házhoz is, tehát ott is lehet szavazni. Mi úgy láttuk, hogy erre van igény, lássuk, hogy van igény, úgyhogy a polgároknak a többsége él is vele. Mi a helyzet egész Kishegyes községben? Én is csatlakoznék a tanácselnök úrhoz, hogy elégedettek vagyunk az eddigi kimenettellel. Én azt gondolom, hogy a hétvégén akár átléphetjük a 40%-ot, esetleg egy jó pár százalékkal ezt mégis haladhatjuk. Én is azt gondolom, hogy a polgároknak a nagy többsége igennel fog szavazni. És hogyha a kérdés arra irányul, hogy Kishegyes község másik településein hogy állnak, én azt gondolom, hogy ők is jó állnak, egy kicsikét később indultak, de viszont ezt annak vonatkozásában mondom, hogy az első 3-4 napban nem indultak a házakhoz az úgynevezett szavazóbizottságok, ezt a mai nappal, vagy a tegnapi nappal már ők is megkezdték, és úgy látszik, hogy az emberek nagy hajlandósággal otthon szeretnének szavazni, mivel hogy ezt így is hirdettük meg, és akkor gondolom, hogy az emberek bevárták a szavazóbizottságokat, de ez teljesen természetes, és én úgy gondolom, hogy mindhárom településünkön jó ütemben történik a szavazás. Tehát akár igen, akár nem, a polgárok szeretnének véleményt nyilvánítani. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy miért fontos ez a hozzájárulás, de utána olvastam, hogy ön azt mondta, hogy a települések számára létszükséglet ez a hozzájárulás. Miért? Hát én továbbra is ezt mondom, hogy helyi hozzájárulás nélkül én csak Kishegyes nevébe beszélek, vagy a kishegyesiekről, de szerintem ez igaz a község mind a három településére, hogy azokat a dolgokat, amit elődeink, mondjuk 50 éve van helyi hozzájárulás Kishegyesen, tehát azokat a dolgokat, amit a saját és az elődeink pénzéből megcsináltunk, ezt fenn kell tartani. Ezt nem csak fel kell tartani, hanem tovább kell fejleszteni. Vannak nagyon sok dolgunk van még, hogy mondjam, milyen értelemben. Utakat kellene még csinálni, erre is nagy az igény. De ilyen értelemben, tehát azokat a dolgokat, amit már idáig megvalósítottunk, azt nem lenne szabad elkótyavetyélni ilyen értelemben. Itt az elébb hallottunk csak egy mondatot, egy témára, például a közvilágítás. Tehát, hogyha azt mi nem tartsuk karba, és nem fizessük az áramot sajnos, akkor nem igazán lesz közvilágítás, és én azt hiszem, hogy a mai időben azt megengedni magunknak, hogy esténként sötét, vagy részben sötét legyen a falu, azt nem szabad megengedni. Öntől kérdezném, akkor az elmúlt években mire tellett a helyi járulékból? Mit tudtak megoldani? Én azt gondolom, hogy az elmúlt 50 évben, amióta van helyi járulék, az elmúlt 10 év egy sikerős periódusnak mondható. Számos utca kapott szilárd útburkolatot, járdákat csináltunk, ökokutat valósítottunk, kettőt is például Kishegyesen, de egyébként Kishegyes község mindhárom települése rendelkezik ökokúttal például. Akkor számos olyan infrastruktúrális fejlesztést tudtunk megvalósítani, ami, ahogy a tanácselnök is mondta, egy bizonyos fenntartást igényel, és ehhez kellenek ezek a források, valamint azokat az olyan dolgokat tudtuk főleg megvalósítani a helyi járulékból, amiket mások nem csinálnak meg helyettünk. Nem tudják Újvidékről, Beográdból megmondani, hogy egy utcának mire van szüksége, hogy melyik az a szegmens, amit a polgárok javítani szeretnének, és ilyenkor tud hatékonyan lépni a helyi közösség, ilyenkor tudjuk felhasználni ezeket a forrásokat a gyors megoldásokra. El kell azt is, hogy mondjam, hogy a helyi járulék az a településeink függetlenségét is jelenti egy bizonyos
szinten, mivel ez a pénz, ez konkrétan a helyi közösségbe irányul, folyik be, és ott is marad, és ők rendelkeznek vele. Én Kishegyes községnek az alpolgármestere vagyok, de a helyi közösség tanácsának is tagja vagyok Kishegyesen, valamint amire a legbüszkébb vagyok, hogy Kishegyesen a Kishegyesi tanács által kinevezett munkacsoportnak is a tagja vagyok, és ez úgy történik például Kishegyesen, hogy heti szinten leülünk beszélgetni a közvállalatigazgató, a helyi közösség tanács tagja, én magam alpolgármesterként, és megpróbálunk minél gyorsabban reagálni azokra a dolgokra, amit a polgárok fölvetnek. Nem kell tanácsüléseket megvárni, hanem már heti szinten döntünk és lépünk. Igen, erre szerettem volna kitérni, hogy amellett, hogy a polgárok ugye most itt elmondták, hogy mik azok a gondok, amiket ők észrevesznek, és hogy mind kellene javítani, fejleszteni, és leadják a voksukat, és azt mondják, hogy igen, fizetjük tovább a helyi járulókat, meg is tudják mondani azt, hogy szerintük mi szükséges. El tudnak menni, és elmondják ők maguk, önöknek, hol tudják elmondani? Tulajdonképpen azt mondanám, hogy magában a helyi közösség tanácsának a tagjai, vagy a Kishegyesi helyi közösség, azt úgy kell elképzelni, mint mondjuk rá egy helyi önkormányzatot. Tehát az emberek, én azt mondanám, hogy a nagy hányada, ha valami problémája van, nem az önkormányzatban megy be, hanem bejön a helyi közösségbe, akkor mi megmondjuk, hogy na, ezzel tudunk foglalkozni, ez a mi hatáskörünk, ha nem, akkor útba tudjuk irányítani. De én azt mondanám, hogy általában azokat a dolgokat, amivel a polgárok megkeresnek bennünket, mi tudunk segíteni, tudunk lépni, és normális dolog, ha már bejönnek, akkor elmondják a véleményét. Vannak kritikák is, és hála Istennek vannak, mert normális dolog, hogy mindent mi se csinálunk a legjobban, meg őszintén szólva a polgárok azért, meg mindenfelé nem tudunk eljutni. Akár hiába vagyunk mi 15-en, mint a helyi közösség tanácsának a tagjai, tehát azért mindenhova mi se tudunk elérni, és így, ahol polgárok megállunk az utcán, megállítanak bennünket, bejönnek a helyi közösségbe, mindig általában tudjuk, hogy mi a probléma. És még egy gyors kérdés, mert lejárt az időnk, ugye a helyi járuléknak csökkenni fog a helyi járulék. 3%-ra 2,5%-ra ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy figyelembe vettük a mostani gazdasági helyzetet, és úgy érezzük, hogy noha a helyi járulék így is egy alacsony összeg, de viszont nem szeretnénk túl mélyre nyúlni az emberek zsebébe, és az eddigi 3%-ot 2,5%-ra csökkentettük a jövedelem után vonatkozó részt. A földműveseknél a hektáronkénti 50 kg búzát 45 kilóra csökkentettük, valamint a nyugdíjasoknak a 1,5%-os juttatásukat, vagy helyi járulékokat 1%-ra. Tudni kell a nyugdíjasok vonatkozásába, hogy a nyugdíjasok azok szavazzanak a helyi járulékra, de ez automatikusan nem jelenti azt, hogy helyi járulékot kell fizetniük, ezt később kell majd egy nyilatkozattal majd alátámasztaniuk, de egyébként is az volt a gyakorlat Kishegyese községben, hogy a nyugdíjasok helyi járulékát azt visszaforgattuk a nyugdíjas egyesületbe mindig. Ez könnyítés a polgároknak, de elég lesz a településeknek? Reménykedünk benne. Én azt hiszem, hogy az az összeg, amire mi számítunk, hogy bejöjjön, magyarul mondva a mi terveink szerint évi 12 millió dinár kellene, hogy bejöjjön a Kishegyesi helyi közösségbe. Tulajdonképpen ez a 2014-es adat, 2014-ben, tehát ennyi pénz jött be, úgyhogy erre a 10 évre még 120 millió dinárt tervezünk, most hogy ez megvalósul-e vagy se, ez sok minden gazdasági helyzettől és egyebektől függ, de hát bizakodók vagyunk, mert csak is így lehet csinálni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.